Mert én... Én vagyok vasember. Sziasztok! Ez itt az új Homi streaming podcastünk, amit most, mint láthatjátok, nagyon egymáshoz simulva kezdünk el. Ádám, ne a többiek előtt, ez csak Patreon pluszos dolog. Ja, igaz. Szóval, igen, és most az Iron Man. Ugye tudod, hogy ezt is majd bele fogom vágni. Tudom, hogy bele fogod vágni is erre annyira. Szóval akkor... Sziasztok, kedves nézők! Elnézést azért az előbbiért, csak fáradtak vagyunk, vagy pont az, hogy én túlságos, hogy nem vagyok fáradt. Ja. Szóval elérkeztünk a podcast legújabb adásához, ami, hogyha jól láttam, a 15. rész, bár szerintem már biztos... Csak az szóval, hogy az indexképen volt a 15. Tudom, de azt majd módosítani fogom. Azt akartam mondani, hogy valószínűleg már elszúrtad év elején. Szóval akkor elérkeztünk... Nem, csak úgy volt, hogy ezt már 3 héttel ezelőtt vesszük fel. Igaz. Igen. Egyébként láthatjátok, hogy ma a vasemberről lesz szó. Mégpedig ugye nem tudom azt, hogy már meséltük el, vagy mondtuk el, de most az lesz itt a dolog, hogy... Említettük, hogy lesz újdonság a live-ben. Igen, szóval akkor, mivel ez az első rész, itt el is mondom, hogy arról lesz szó, hogy megnézzük az egész MCU-t, és minden egyes filmről lesz külön-külön egy-egy podcast, ami viszont nem biztos, hogy olyan hosszú lesz, mint szokott lenni. Igen. Mert nem tudjuk azt, hogy ki tudjuk-e tölteni azt a másfél órát, vagy egyáltalán az egy órát. Minden bizonnyal ezek rövidebbek tehát lesznek. Tehát egy ilyen 40 és 1 óra közöttire azért megpróbálunk így arra kihúzni, attól függ, hogy mennyire fog sikerülni. Hát figyeljetek, beszélünk róla, és ha úgy érezzük, hogy ennyi, akkor ennyi. Tehát most nem lehet, hogy esetleg csak egy fél órás adás lesz, de lehet, hogy egy órás. Szerintem majd azért a Végtelen háborúról, meg a Endgame-ről lehet, hogy másfél órát is tudunk hát majd meg beszélni. Meg ugye olyan filmekről, ami jobban tetszett nekünk, azokra persze. Egyértelmű, hogy neki fogunk tudni áradozni, és akkor, hogy azzal el fog menni az egész. Majd lesz egy hák, amiről meg biztos azért lesz hosszú, mert elmondjuk azt, hogy mennyire kedvenc film. Negyed órás lesz. Elmondjuk benne, hogy sziasztok, itt mi voltunk, és ez a hák film. Örülünk, hogy van, de miért azt nem tudjuk, és ennyi lesz az egy 5 perces kis podcast. Ja. Na, hát szerintem vágjunk is bele, csapjunk bele, úgyhogy a mai első Marvel filmünk a 2008-as Vasember. Ami elkezdte az egészet. Igen, ami mindennek az elindítója. És az egyik kedvencem. Így van. Ahogy sokaknak más. Sokaknak is. Tehát ez még rendesen rohadt jó film volt. Én imádtam, pláne ugye Robert Downey Jr. Vasemberként egy töké. Tehát nem tudom, más nem is tudtak volna erre a szerepre szabni. Isten volt, ahogy eljátszotta, én imádtam végig az összes filmjeit. Sokan a másodikat, harmadikat mondják azt, hogy nem olyan jó. Én azt is imádtam, de ezt is, ezt leginkább szerintem. Ja. De várj, annyira ne szaladjunk még előre. Szerintem... Csak megemlítettem azt, hogy jó, azokat szidják, és csak, én azokat csak szerintem kezdjük inkább így az elejénél a sztorinak, hogy mégis hogyan lett ez az egész. Mert ugye ezért nagyon érdekes, mert hát ugye úgy 2000-es évek... Nagyon-nagyon-nagyon érdekes emberke volt akkoriban Robert Downey Jr., tehát hogy voltak ügyei össze-vissza, rendőrségre járt meg minden, és ez mentette ki belőle. Igen. Tehát, hogy itt ugye, nem is tudom azt, hogy Stan Lee személyesen kasztolta rá, vagy hogy nem, de hogy a lényeg az, hogy, tehát, hogy így rendesen rákasztolták a szerepet, és hogy ez mentette ki őt az egészből, mert ugye drog problémái meg mindennyi voltak. Ja. És ez volt az életmentője neki. Igen. És ahogyan eljátszotta, imádnivaló. Ja, egyébként én arra akartam csak kitérni, hogy eléggé furcsa, hogy azért ugye a 2000-es években már volt bőven képregényfilm, hiszen ott volt egy teljes egész X-Men franchise már, mire ez a film kijött. Ott volt egy Pókember trilógia. Ja, akkor még nem volt ugye az újabb. Nem, akkor még nem, igen. De Batman már volt, azt hiszem. Igen, ebbe az évben jött ki a Sötét Lovag. Ja, a Sötét Lovag, igen, mert ugye igen. A felemelkedés az 12-es? Igen.
Szóval itt már azért kezdett virágozni a képregényfilmes ipar, itt voltak még a régi Fantasztikus 4-es filmek is, ugye. Amiket én szeretek. Úgyhogy, meg hát voltak olyanok, hogy Daredevil, meg Elektra. Gyerekkoromban azok se tűntek olyan rossznak. Ja, most szóval, már hogy... újra nézve, mondjuk az Elektra az akkor is szar volt. Az sehogy se lehet jó. Az nem. A Daredevil még eleinte, ahogy láttam, abban voltak abban lehet jó találni pontok. Jó dolgokat, csak ja, rosszul öregedett. Jó, ne, gyerekként erre... nézve, 5 évesen, 6 évesen az még jó volt. Persze, gyerekként nem... Csak nézed, fel se fogod, hogy mit látsz, csak legyőz is nézed. De nem az, mert ott se nézel meg egy olyan filmet, ami látszólag szar, mint az Elektra, mert én azt már akkor se. Én leültem gyerekkoromban. De hogy azért a Daredevil valamennyire megfogott. Ja, na szóval, hogy a lényeg az, hogy azért már így bőven a hátán vagyunk ennek a 2000-es éveknek, és a képregényfilmeknek már kezd elfogadottá válni a dolog, hogy ezek a filmek vannak, és jók, és szeretik, és nézik, és akkor megszületik a koncepció, hogy csináljanak egy vasember filmet, ami akkor egy rohadt nagy rizikó volt. Hát mert ugye alapból nem volt ismert. Igen, vasember egy B vagy C kategóriás karakter volt a Marvel-nél. Ugye akkor a casting miatt is elég ízés volt, igen. Amit ugye pont mondtam a Robert Downey Jr. miatt. Tehát és ez... akkor ugye még hozzá, nem is tudom, hogy akkor tudták-e, de hogy ezzel egy univerzumot akarnak kezdeni, hogy akkor az egyáltalán a fejükbe volt-e, vagy csak így elindult. Mert hogyha a fejükbe volt, akkor az még plusz rizikó, hogy egy ilyen filmmel akarják, amiben semmi se biztos. Hát csak a halál, szerintem, tehát... szerintem a készítésekor már valami körvonalazódhatott, mert ugye a Hihetetlen Hulk is 2008-as, és azt hiszem 2 vagy 3 hónap van a két film között, és hát nyilván akkor nagyjából egyszerre forgott a két film kis különbséggel. Meg azt hiszem ebben már a stáblistás jelentben már van olyan, ami ad rá utalás, nem? Mert azt hiszem itt már megjelenik Fury. Igen. Szóval akkor itt már tudták azt, hogy valami lesz, ami igen, meg még mondja több... neki, hogy beszélnünk kell a bosszúállókról. Igen, ami és viszont ugye még több izét ad, rizikófaktort ad rá, hogy pont ezzel, ahol ugye a maga a képregény hős sem volt olyan, akkor ugye a karakter, ment a szereplő sem volt olyan, akit így annyira imádtak akkor. Ez egy abszolút dupla vagy semmi volt. Tehát ez az erre, volt, ez vagy inkább mondhatnám azt, hogy all in, mert ez vagy bukik, vagy nagyot megy. És? Ezzel nem lehetett volna szerintem azt elérni, hogy így jó, megnéztük, jó volt, nem estünk hanyatt tőle, nem is lett olyan szar, tehát ebbe ez a két ez kategória volt, benne, hogy ez vagy nagyot az megy, volt, hogy vagy nem. Vagy nagyot bukik, vagy nagyot föl, és igen. Hát szerencsénkre nagyot ment. Sikerült, igen. Valamit még akartam említeni. Megvárjuk, ameddig gondolkodsz. Ja nem, még a Nick Fury-s dologgal kapcsolatban, ugye, még itt az elején ezt is meg kéne említeni szerintem. Nagyon jó lesz. Szóval, hogy az elején az volt az eredeti stáblistás jelenet, hogy Nick Fury ugyanúgy Nick Fury volt, viszont ott nem csak annyit mond Starknak, hogy beszélni kell a bosszúállókról, hanem ott ugye megemlíti a mutánsokat, illetve igen, a radió, igen, és akkor az, hogy nincs, radioaktív nincs, bogarak csípése, igen, valami ilyesmit mond, hogy a világnak kell egy csapat, vagy hogy egy olyan alakulat, akik minden fenyegetést elhárítanak, de nincs ideje mutánsokkal, képességekkel bíró emberekkel, meg radioaktív pókcsípésekkel foglalkozni. Nem bogár? Mert azt hiszem nem, nem pókot mondott, hanem bogarat, konkrétan nem? Pókcsípést mondott. Konkrétan pókot, aha. Már nem emlékszem rá. Szóval ez volt az eredeti stáblistás jelenet, ami már nagyon sok kérdést felvetett akkor is, hogy hát ugye logikusan, ha megemlítették pókembert, ugye ilyen utalás szintjén, akkor mi lett volna logikus, hogy akkor már kapcsolódhatna a Tobi féle trilógiához. A vasember. Nyilván tudjuk, hogy ez később nem így lett, de nem hiszem, hogy az volt a terve akkor a Marvelnek, mert ugye akkor még nem beszélhetünk Disneyről, hogy csinálnak egy saját pókembert. Nem, de szerintem ott már nem is volt ez a tervük, hogy a Tobi félét hozzák be oda. Azt szerintem semmiképp hát sem utólag volt. Nem, mert nem került bele, de szerintem amikor szerintem ezt a jelenetet sem. Rögzítették, akkor még lehet, hogy arról mentek a gondolkodások, hogy akkor majd később lesz a Tobi, és akkor most nem, megemlítjük. Nem, szerintem ott a harmadik film után már semmiképp se gondolkodtak azon. De miért? Hát mert hogy ott a harmadik film ugye nem lett olyan jó, meg minden, és szerintem alapból de nem volt a készült a negyedik azon. Rész. Hát de 2011-ben kaszálták el.
Hát igen, de szerintem ott nem. Vagy 10-ben, nem meg ott ugye a Sony-nak, meg a mindennek a tökéletes kis barátsága miatt se, nem hiszem. Na mindegy, minden esetre érdekes, hogy ilyen felvetések is lehettek volna ebben a filmben. De enélkül is tökéletesen elment. Igen, hát akkor magára térjünk rá a filmre ténylegesen. Mit szeretsz ebben a filmben? Vagy mi a véleményed erről? Tony karakterét. Már az elején az a karakter, egyszerűen nem tudom, én imádom magát. Ugye a képregényekben kicsit durvább, itt viszont azért valamennyivel visszafogottabb, és azért megvan neki itt az egyensúlya, hogy mennyire egy bunkó, meg mennyire vicces és egocentrikus. Ja. És itt ezt azért így egyenesbe tartja magával, és ez miatt sokkal poénosabbá válik, mint az, hogy ott a képregényekben sokkal inkább bunkó és egocentrikus, mint amennyire poénos. Itt viszont ja. Ez így jegálba van, és ez miatt olyan tökéletes karaktert kapunk. És ugyebár, ahogy láthattuk, meg egy csomó képet láttam, hogy az emberek már lassacskán nem tudják eldönteni, hogy hol kezdődik Robert Downey Jr. és Tony Stark. Tehát, hogy hol van a határ kettőjük között, mert kb. Ugyanaz hát a karakter. Nincs, ő Robert Downey Jr. Igen, tehát, hogy ő az, aki saját magát alakítja, és ez miatt lesz ilyen rohadt jó. Ja, hát igen. Az én véleményem az, hogy abszolút egy nagyon-nagyon jó képregényfilm, és én amit kiemelnék így, mint Huni, azt, hogy mint karakter Tony Stark, én inkább a történetet emelném ki, és hogy az mit szolgál, mert ez a történet egy nagyon-nagyon-nagyon szép karakterfejlődést fejlődésnek a talaja. Ugyanis azért akkor még szerencsére nem volt ez egy ilyen úgymond tabu dolog, mint manapság a Marvel filmekben, hogy nincs nagyon olyan érezhető karakterfejlődés, ebben volt eléggé durván, és hát nagyon-nagyon jól meg volt csinálva. Az elején látszott az, hogy az elején volt az, aki a képregényekben általában. Igen, igen, igen. Tehát ott ugye a film elején tényleg nagyon el volt vele szállva minden, és akkor ugye történtek a dolgok, amikről már mindenki tudta, hogy fogságba tartották, meg meghalt Hinsen, meg minden. És akkor utána azért látszott rajta az, hogy változott, és egyszerűen utána lett ez a tökéletes, aki kell mindenkinek, hogy még mindig tud poénkodni, de azért van egy kis öntudata is. És igen, igen. Baszki, de imádom ezt az embert. És most szerintem hazamegyek, meg is nézem még egyszer. Imádom ezt a filmet. Rohadt jó. Ja, egyébként pedig nagyon érdekesen változtatgattak a dolgokon így a képregényhez képest. Például ami egyből így szembetűnő, hogy ugye a képregényekben Pepper Potts és Happy azok házasok. És de viszont vannak. Elég érdekes kapcsolata van Tonyval is. Igen, ők, igen, igen. Ők ilyen kis háromszögszerűség. Hogyan mondják ezt magyar, ez on and off again? Ez a... Sevelet se nélküled. Sevelet se nélküled kapcsolatuk van, hogyha jól tudom, a képregényekben inkább. Hát itt meg ugye rendesen kis szerelmi kapcsolat, Happyvel meg ugye semmi. Ő majd későbbiekben fogja megkapni mély nénit. Mindenki kedvenc mély néniét. Megint beleütsz abba a bocsánat, szarba. Jó van, hát... Ember, hú. Ja, jó van, már nehogy eltörjem a saját mikrofonomat, hát ugye? Hát amúgy... Jó, hova gondolsz? Visszatérve egyébként. Alapvetően egészében a karakterek mind jók különben. Tehát így nagy egészében is lehet róluk így általánosságban beszélni, hogy nagyon jól sikerültek. Maga a csavar, amikor láttam először a filmet benne, az rohadt jó volt. Tehát az, hogy kiderült, hogy a izé volt a fő ellen. Ja, igen, igen, igen. A... Nem fog eszembe jutni a neve, az Istenért sem. Obadiah Stane. Az, tehát hogy ő volt ugye az ellenfél. Hogyha olvastam volna már régebben képregényeket, akkor tudtam volna, de ugye akkor 2008-ban 6 éves kisfiú még nem nagyon tudott ilyeneket. De hogy... Azért akkoriban... Hát azért Jeff Bridges, aki őt játsza, ő azért egy elég elismert Oscar-díjas színész, úgyhogy... Ja, de hogy így azért nem tudom, így az nézed a filmet, és így nem azt várod, hogy ő lesz. Nem. Hanem azt hiszed, hogy akik ott erre hát voltak, és hogy nyilván... ott az a kopasz, vagy nem tudom ki, ott az lesz a film. Ja, hát nyilván, hogyha ismertük volna a képregényeket akkor is, mikor először látjuk, azt mondom, akkor, hogy akkor egyből hogy... rájöttél volna, mert ugye ott már megvan az, hogy izé igen, ő igen, az. Igen. Mondjuk ettől függetlenül egyébként úgy volt tálalva, hogy nem, és egyébként simán lehet az is, hogy a képregényrajongók is úgy gondolták, hogy ez tényleg a 10 gyűrű, és Obadiah Stane csak később lesz Iron Monger, mert a képregényekben is nem az van, hogy egyből ő a gonosz, mert ott is ilyen kis barátja, pártfogója Toninak. Fú, de azt mondom, a képregényekben valami elég szar van, mert azt hiszem ott alkoholizálásba kergeti Tonit,
felvásárolja a cégét, Tony teljesen szegény lesz, és akkor onnan indul valahonnan a nulláról újra, és ezért van a későbbiekben az, hogy többet nem iszik alkohol, Tony. Aha. Tehát, hogy ott is valamilyen elég elborult dolog, de hát ott ugye, mint ahogy látszik, teljesen máshogy vannak a dolog. Itt mindvégig kis gazdag ficsúr marad. Igen. Még arra ki akarnék térni, hogy ugye beszéltünk arról, hogy ez egy mekkora egy nagy rizikó volt ez a film. És emellé még azt is hozzátenném, hogy mindennek tetejébe, hogy Robert Downey Jr. éppen visszajött a börtönből, meg az elvonóról, nem egy ismert karakter volt Vasember, nem lehetett számítani nagy pénzügyi sikerre, emellett még azt is rádobták, hogy konkrétan nem volt forgatókönyv. Ugyanis ezt több helyen is hangoztatták, és mondták is, hogy egy pár mondatos szinopszis volt leírva, hogy honnan kell kezdeni és hova érnek el, és azon belül rengeteg olyan része van a filmnek, ahol konkrétan szövegkönyv se volt, és végig improvizáltak a színészek, ami azt bizonyítja... Miért lennék felhúzva? Nem, Tunyacsáp, tudod, most a izét akartam felhúzni, ez sok becenevet, amit Tony kitalált. Ja, igen, szóval, hogy nagyon, ez is azt bizonyítja, hogy mennyire tehetségesek a színészek, mert nem az van olyankor, hogy most akkor mit kell csinálni, hanem tolják, és Robert Downey Jr. meg erről híres, hogy szinte mindig improvizál. Ezt pont most láttam a napokban, hogy a Bosszúállókban, az első részben, van az a jelenet, amikor próbálja meggyőzni az Ultron korában van, hogy próbálja meggyőzni a Bruce-t, hogy csinálják meg Ultront Jarvisból, és ott fog valamilyen kis snacket a kezébe, valami mogyorót, vagy nem is tudom, és mondták, hogy kiderültem úgy, hogy Robert Downey Jr. mindig éhes. És becsempészte a szetre. Becsempészte magával, mert egyébként elvileg átkutatgatták, hogy ne vigyen be magával a szetre semmilyen napit. Hiszen az első Bosszúállókban is ott nekiállt, és azt hiszem ott az áfonyát, vagy mit, amit kibontott, igen, és fölkínálta, igen. Hogy az se volt azt. Igen, szemben, az is amúgy improvizáció. És, hogy azért, hogy... és azért volt olyan furcsa ugye a feje Bruce Bannernek, mert hogy ő tényleg nem tudta azt, hogy mi van, mert hogy nem kellett volna. Ő csak oda bevitte és megkínálta. Igen, szóval ő egy impromester egyébként. Abszolút. És rohadt jól tolja. Igen, és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a filmnek szerintem akármennyire egy rizikós dolog, meg nem túl okos dolog, hogy konkrét forgatókönyv nélkül állnak neki forgatni, jót tett ez a dolog, és ez nagyon pozitívan sült el, mert én úgy gondolom, hogyha ez az egész előre meg lett volna írva, és mondjuk úgy, hogy úgy forgatják le a filmet, mint az összes többit szokták, akkor... Akkor lehet, hogy ennél szarabbat kapunk. Igen, lehet, hogy egy ilyen jóval kötöttebb dolog lett volna az egész. Nem lett volna ilyen vicces az improk miatt, meg a Robert Downey Jr. De szerintem épp ez az, hogy ugye miatt... hozzá, ez sokkal inkább illik. Igen, de hogy ilyeneket csinálnak vele. Ennek köszönhetően megtalálták a Vasember filmeknek és Tony Starknak a karakterjét, hogy a későbbiekben hogyan legyen. Mert ennek ellenére csinálhatták volna azt is a második részben, ahol már azért volt forgatókönyv, hogy megírják normálisan úgy, ahogy az elsőt kellett volna, és akkor ott nagyon visszavesznek mindenből, és tényleg egy ilyen pojáca lesz, mint a képregényekben, de nem, hanem ezen felbuzdulva inkább még jobban ilyen reformálták a karaktert, és adtak Robert Downey Jr.-nak teret. Szóval ez egy nagyon jó dolog szerintem. Mert... Épp ez az, most itt rájöttek arra, hogy hallod, neki amúgy nem is kell forgatókönyv, mondjuk meg azt, hogy hallod, amúgy erről fog nagyjából szólni a film, de hogyha van valami, amit változtatnál, nyugodtan mondj csak el, és akkor csak csináld, viselkedj, add magadat. Jó, hát egyébként már ennek köszönhetően, hogy ez az első rész ilyen jól sikerült így az improk alapján, a második meg a harmadik részben is egyébként nem kapott kreditet ezért a stáblistában, de részt vett az írásban is különben. Ja, hát gondoltam, hogy az... Külön nem lett kiemelve, hogy író is volt, de részt vett az írásban. De azért oda ment, hogy hallod, ilyet én nem. Ez nem én vagyok, tess, bocs. Meg ez egy jó hozzáállás volt a Marveltől, hogy rájöttek arra, hogy mi a jó, igen, és hogy igen, azt igen. Folytatták, viszont, nem pedig viszont ez vissza is ütött máshol, mert lehet, hogy ezen felbuzdulva hagyták Edward Nortonnak azt, hogy annyira átszabja a Hihetetlen Hulk filmet. Mert azt lehetett tudni már régóta, hogy ő nagyon-nagyon-nagyon durván átszabta azt a filmet. Például eredetileg az a film a 2003-asnak a folytatásának indul, de úgy rendesen, tehát az elvileg Hulk 2 lett volna, és ez már így az MCU-ban játszódott volna. Viszont
nem ez lett, mert Edward Norton megmondta nekik, hogy nem fognak folytatást csinálni, de ennek ellenére, mivel annak indult, valamilyen szinten elvetélt folytatása az első filmnek. Például erről majd az, beszélünk az, elej... a Hulk, az Incredible igaz, Hulk-os hagyjuk. Következő adásba. Csak annyit akarok mondani, hogy például annyit érdemes megnézni, hogy a film első két percében van egy montázs. Azt akartam hogy eddig pont mit mondani, de mondtam, hogy inkább hagyjuk, mert arról majd beszélünk kövi adásban. Igen. Szóval, hogy annyi, hogy az abban a montásban konkrétan el van mesélve az első filmnek a története. Úgyhogy ilyen szinten ezek így összefüggnek, és amúgy ugye arra akartam kitérni, hogy ilyen szempontból meg lehet, hogy azért sült el rosszabbul az a film, mert hagyták, hogy túl nagy beleszólása legyen a főszereplőnek a dolgokban. Hát de ez igazából ugye attól is függ, hogy ki meg mi. Lehet, hogy Edward Nortonnak sokkal jobban illett volna az, hogyha ő kap egy izét, scriptet, és hogy arról megy tovább. Mondjuk ő elvileg nagyon elhivatott színész, tehát hogy így nagyon-nagyon-nagyon durván beleéli magát, ráadásul azt hiszem ő már nem biztos, meg már lehet, hogy akkor se, de ő régen method actor volt, tehát hogy végig a szerepben maradt, amíg a forgatás véget nem ért. Tehát a method actinget folytató színészekkel nem egyszerű, úgyhogy hát pláne így egy Hulk alatt nem véletlenül akart annyira magára formálni a filmet, de hát mindegy. Maradjunk a Vasembernél. Szóval akkor Vasembernél maradva... nem tudom, mit kéne mondani róla, egyszerűen rohadt jó a film. Hozz föl valamit. Kezdjük azzal, hogy egy hatalmas nagy pozitívum, ami szintén nem mondható el az ezek után következő legtöbb Marvel filmről, egy-kettőt kivéve, hogy megáll a saját lábán, anélkül, hogy bármit mást kéne tudnod hozzá. És nyilván egy első univerzum indító filmmel ezt nem nehéz megcsinálni. Nehéz lenne. De ezen kívül, ettől függetlenül azért ez egy nagy szó, hogy így meg tud állni a lábán, mert már elkezdhették volna ott is azt, hogy itt belebegtetek egy ilyen mondatot, ott utalok arra, és akkor majd a következő filmben már látni fogjuk, hogy erre utalt, de nem. Tehát, hogy ez úgy, ahogy van egy egész, és a végén történik csak annyi, hogy beszélünk el a bosszúállókról. És ami kész. Meg ugye stáblistás jelenet, tehát általában olyanban meg akkor, az. Akkor egyébként lehet, hogy a nézők azt nem is látták, mert akkor ez még nem volt divat, hogy stáblistás szóval jelenet. Szóval kiment mindenki. Igen, szóval... Mert akkoriban még ugye ez nem volt, és hát ki az, aki meg csak bennmaradt volna stáblistára? Persze, így van. De gondolj bele azt, aki meg bennmaradt és meglepődött. Pláne nem, is, nincs vége. Pláne nem is Marvel rajongó, csak így nézi, mi az a bosszú? Mi? Az ki? Ki hát, az? Tesó, most ki ez az ember? Ja, szóval... Miért feka? Miért félig vak? Hova csinálja másik szemem? Windu mester mit keres itt? Mész Windu geszi? Ja, szóval... Ez egy nagyon nagy pozitívum, mert most őszintén van olyan film, ami úgy tényleg úgy megáll a lábán az MCU-ban, hogy semmit nem kell tudnod Thor. Hozzá. Thor első rész. Amerika kapitány első rész. Igen. Marvel kapitány. Hát... Galaxis őrzői. Galaxis őrzői. Galaxis őrzői, ez teljesen máshogyan játszódik, oda nem kell tudnod semmit. Jó. Marvel kapitány az ugye ugyanúgy visszább játszódik, ott még semmi utalás nincs. Amerika kapitány az még előrébb játszódik, ott azért nincs semmi utalás. Thor az meg hát teljesen máshol játszik, ott meg igazából csak... De amúgy a Thornak már az első jelenete az, hogy így... Meg a... De tényleg a Thor az nem. Mi? Coulson ügynök. Hát igen, az annyi, hogy az ott van benne, és az igen. Most van benne egy ügynök. Igen, de aki nem látta a Vasember 2-t... Igen? Az akkor azt hiszi, hogy csak egy ügynök van ott? Igen, de valakivel beszél, meg a telefonba kérdezi is tőle valaki, hogy Starkkal mi van, és valamit válaszol is, hogy csinálja a szokásos... És az nélkül elment volna? Micsoda? Az a jelenet nélkül elment volna, az nélkül egy teljes film lett volna, nem? De nem arról beszélek, csak például már de ez is... De azt mondod, hogy de ott megállta volna a lábát. Megállta volna, hogyha nincs benne. Beletették már, hogy így kapott egy kis összekötést, de az nélkül is egy teljes magában önértékű film. Jó, mondjuk arról ne beszéljünk, hogy az milyen film, de majd nem majd beszélünk, nem arról nem fogunk... beszélünk, hogy ez milyen film, csak azt mondom, hogy anélkül is ja, megállt volna a lábán. Jó, hát igen, csak már itt is érződik ez a kényszeredett összekötögetés, hát ami az szó... idő előre haladtával egyre szarabb. De hát most ott egy elvetett Stark, az még nem olyan sok. Az nem, tény és való.
Tehát azért de mondom, mondjuk hogy például, megállt volna. Például, ami mondjuk a legnagyobb szívfájdalmam, a két pókember film. Hagyjuk. Tehát, hogy az így... Elnézést. És egyébként ezért szeretem jobban az Andrew Garfieldost is, meg a Tobey Maguire-öst is, mert oké, hogy nem nagy univerzumnak a része, hanem a saját kis univerzumokba játszódnak, és őket így lehet érteni, de a két pókember filmet egyszerűen nem lehet érteni anélkül. És ez zavar, hogyha tervezek egy pókember újranézést, akkor ugye megnézem a trilógiát, a két csodálatos pókembert, és utána ezt a kettőt, és egyszerűen bennem van az a rossz érzés, hogy basszus, de amúgy basszus, újra kellett, ha már megnézem, kettőt, nem, hanem hogyha már újra nézem ezt, akkor végig kéne nézem az egész MCU-t, mert akkor úgy felfrissül minden, és akkor érted, de nem. Tehát, hogy úgy olyan szar érzés, hogy ez így egy nagy egésznek a része, és nem tudom, meg lehetne csinálni anélkül is, hogy... Egyszer láttad a polgárháborút, igen. És ugye, hogyha azt láttad, akkor láttad a többit is valószínűleg, ami fölvezetett addig, nem? Igen, de ez ne onnantól már hogyha... szabályszerű, hogy neked egy filmhez látnod kell egy nem másikot. Nem azt mondom, hogy egy filmhez látnod kell, mert az igen, tényleg szar, de nem muszáj hozzá újra nézned. Tehát, hogyha már egyszer láttad, annyira tudod, hogy mik voltak ott, hogy megértsd a pókembert. Igen, és de ha azt egyszer se látni, láttad, akkor nem érted. Ha egyszer se láttad, igen, az szar, azt mondom, csak igen, hogy... de ez a probléma. Ezt értem, csak hogy azt mondom, hogy nem kell hozzá mindig újra nézni, mert annyira persze, azért benned csak, van. Persze, tudom, csak érted, akkor úgy benne van az emberben most, hogy pont ez, hogy most a közepéről ezt nézem meg, hát akkor már tök jó lenne újra nézni az egészet, frissen, újan, újra nézni, és akkor így eljutni odáig, hogy na itt akkor a pókember. Az a baj, hogy eddig mindegyik pókember valamihez kapcsolódott, mert ugye a Far From Home-ban meg nagyon a íz érződött. A ja, Endgame. Az Endgame, igen. Tehát ott meg nagyon az érződött. Na rajta. Jó, várjál. Figyelnünk kell magunkra, mert megint pókemberről beszélünk, szóval visszakanyarodunk a vasemberhez. Igen, tényleg, ezt akartam is mondani, hogy amúgy látom azt, hogy vasember és megint pókembernél igen. Tartunk. Amire még amit mindig mondanék, nem érkezett trélerre. Amit mondanék, hogy én kb. Egy hónappal, vagy másfél hónappal ezelőtt néztem újra, mert én most jelenleg is rivacsolom az MCU-t, szóval. És amikor most újra néztem, észrevettem azt, hogy itt még ugye a Marvel Studios az egy önálló stúdió volt, a Paramount-tal karöltve csináltak filmeket, az első 5 vagy 6 MCU filmet a Paramount-tal csinálták, és utána vette meg a Disney. És látszik benne az, hogy itt nem annyira gyerekbarátok a dolgok. Igen. Rendesen meg... Tony rendesen vérzett. Igen. Tehát rendesen eltalálta a szilánkok, meg minden. Meg nem volt annyira gyerekbarát. Pont azt akarom mondani, hogy én azt éreztem ez alatt az egész alatt, hogy így keresik az utat. Keresik az utat, amit a Hulkban is kerestek, nem jól. A Vasember 2-ben már egy kicsit megint így jó irányba tértek, aztán a Thorral is. És akkor így lassan ugye kialakult ez a Marveles stílus, és itt érződik a leginkább. Például van az a jelenet, amikor Tony építi a páncélt a barlangban, és kopasz tábor vezető, Raza, vagy valahogy így hívják, azt hiszem, nézi a kamerákon keresztül, és cigizik. Na most szerintem azóta Marvel filmben nem láttunk embert, aki dohányzik. Ezért most rá is gyújtok egyre. Például, amit mondtál, hogy a vér, aztán ja, meg a izét akartam mondani, az, hogy miért kell kettő filmnek, sőt nem tudom, Thor is lehet úgy kezdődik, de hogy Amerika kapitány meg a vasember mind a kettő úgy kezdődik, hogy meghal egy idős ember. És ez hogy jött? De miért kell úgy kezdődni? Miért kell mind a kettőben meghalni egy idős embernek? Hát, mert idős már is, neki mindegy. De nem az, de és hogy az ösztönzi mind a kettőt, nem? Mert a Jensen halála ösztönözte Tonyt, hogy még inkább szabaduljon ki, és a izének a halála, ott a doktornak a halála ösztönözte Amerika kapitányt, és azt is az ösztönözte. Tehát egy nagy ilyen kis izé volt, ilyen kis bíztató karakter volt egészen addig, is meghaltak is, tehát hogy ezt ugyanazt eljátszották kétszer. Most a Thorra annyira már nem emlékszem, de ezt lehet abban is ugyanezt volt. Nem hiszem. Hát arra nem emlékszem, na mindegy. Ott azt hiszem pont nem. Nem, mert ott azt hiszem nem haltak meg ilyenek, ja. Nem. Ott nem, ott él, ja. De hogy ezt így észrevettem, és ez ilyen kicsit furi. Mind a kettőben egy ugyanolyan kaliberű karakter. Aha. Mert ugyanolyanok kb. Ja. És hogy mind a kettő meghalt, és hogy ez ösztönző. Hát, mint pókembernél, Ben bácsi. Hát annyira azért nem. Hát nem az MCU-ba, csak úgy unblock, mint pókember, mondjuk a képregényekbe.
De ne, azt mondom, hogy annyira nem ösztönző, mint a... Tehát, hogy azért itt ismerték mi egy évben se, ott meg azért... Ja, hát persze, csak hogy... Arra gondoltam, mint... hogy annyira nem, csak hogy igen, valami hasonló. Tehát, hogy ugyanazt a célt szolgálják, csak nem annyira erősen. Lehet, hogy szerintem azt akarták így leutánozni kicsit, vagy nem tudom. Ez jó kérdés, erre még így nem is gondoltam. Mert én ezt vettem észre, hogy mind a kettővel úgy, ugye így. Ja, meg amúgy visszatérve a filmre. Például, meg ugyanúgy ebbe a barlangos jelenetbe. Ez az útkeresés, hogy hogyan, milyen stílusban legyen. Van egy magyar beszélgetés, nyissátok ki! Igen, igen. A aki nem van, tudja, nem? Hogy az angol, ha angol szinkronnal nézzük, vagy a eredeti nyelven angolul, akkor amikor be akarnak menni hozzájuk, akkor az a katona magyarul kezd el. És mondja Jensennek azt, hogy Tony, hogy fordíts el, és akkor nem értek magyarul. Igen, igen. Vagy, hogy I don't speak Hungarian. Igen, igen. És akkor mondják, hogy egy perc. Egy perc? Igen, igen. Ezt érdemes lenne megnézni, aki nem tudja, keressetek rá, biztos fenn van YouTube-on. Ide akartam fűzni az ugyanez ez a véres dologhoz. Hát amikor megy ki, és ott áll előtte egy csávó, és pisztolja rálő a páncélra. És visszapattan is fejbe, igen. És látszik is, hogy egyrészt átmegy a fején, meg ahogy kilocsan a vér. Például ilyet se láttunk azóta se. Meg ott de már szerintem a háromba se. Vagy mit tudjam, minek hívják. Hogy az éget feje. Az éget feje, igen, tehát igen, azért igen. Annyira azt se rakják bele. Tehát szokott benne lenni, mert azért harcolnak, meg minden, de ennyire nem szokott. Meg hát például az is milyen brutális, amikor kiér a barlangból, és a lángszóróval így körbe. Ja, éget mindenkit. Is. Tehát, hogy jó, nem mutatják, de tudjuk, hogy mi történik, és azért azóta nem szoktak ilyen brutálisak lenni a képregény, vagy a Marvel karakterek így a filmekben. Pontosan. Ja, úgyhogy ez is érdekes. Zene. Ne, zenére ki se térjünk. Tehát RDJ abszolút egyenlő csillagos AC/DC, ötös az egész zene tökéletes. A filmben. Mindenhol, végig. Tökéletes. Ahogy kezdődik a jó kis Back in Black-kel. Igen. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól összelettek válogatva a zenék ebbe a filmbe, és nagyon egyedien, tehát nem nagyon van olyan karakter így az MCU-ban, akinek így megszólal egy zene, és akkor ez ő lesz. De a Thorról felismerem egyből az a... Hát jó, de most amúgy az is csak a Ragnarökben volt. Igen, de az annyira, nem de az annyira ott ilyen kis tipikus zenéje lett a Ragnaröknek, hogy arra igen, ebből igen, felismerem. De csak ennyi? De... Így a karakter elejétől a végéig értem, a végéig, hogy mondom. Olyan nincs, mert többinek pont ugye, ahogy néztem az MCU-t... Esetleg ott a táncoló zene a Amerika kapitánynál. Igen, az igen. Az esetleg igen, még, igen. Mert ugye az még ott a végén újra feltűnt, igen, az a kis igen. 40-es évekbeli... Az a Loki-ba is feltűnt az utolsó részbe, meg az több helyen is feltűnt, hogy igen. Az esetleg még, ami... Igen. De ezen kívül úgy nincs nagyon olyan ilyen... Nincs, de leginkább a Toninak ugye a szokásos zenei stílusa... Pont ezt akarom mondani, hogy ezt nagyon jól megtartották, tehát ezt nem csak a Vasember filmekben használták, mert például a Bosszúállókban, amikor még a Pókember Far From Home-ba Németországba, is. igen, még ott is amikor ugye csinálta a ruhát és azt a zenét. Igen, és hogy az első részben a Bosszúállókban, amikor elmenek Németországba, hogy elfogják Lokit, ja, akkor ott is, amikor ott hirtelen megjelenik, mert ugye ott van Natasha a repülővel fölülről, meg lent a kapitány, és akkor hirtelen Tony berepül, és hát nem, először már meghekkelte, vagy a Back in Black, először már meghekkelte a repülőt, és abba játszott a nyomatta hangosan. Igen, igen, igen. És úgy repült be, és ezért nyomatta hangos, ez egyszerűen iszonyatosan. Igen, tehát ezt is nagyon jól eltalálták. Mert amúgy, ja, hát Marvelben nincs nagyon ilyen, DC-nél azért jobban az ilyen, és nem feltétlen ott az ilyen betét dalok, hanem inkább a filmzene az, ami nagyon felismerhető. Itt, nem, itt, ott itt inkább a témák ez... felismerhetőek. Hát igen. Ott a filmzenei is. Témák. Ja, arra igen, gondoltam, igen. Igen. Ja. Igen. Ja. Például a Wonder Woman-nek is. Igen, azt akartam az is azért az acélembernek acélember is. Acélember az igen. Volt a másik, amelyiket még én is felismerek, pedig én ezekre nagyon nem szoktam figyelni. Igen, úgyhogy ezek így a DC-nél jobban felismerhetőek, Marvelben meg nincs nagyon sok ilyen, ahogy mondtad, a Kapi meg a Vasember. Hát meg még ott ugye, jó mondjuk azt se végigkövette, de az is rohadt jó a Fekete Párducnak. Csak az nem végigkövette, hát egy filmen keresztül nehéz lett volna végigkövetnie. Csak igen, hogy... meg ott nem egy vagy két zene, hanem ott maga a filmzene végig olyan nagyon egyedi.
Igen, és ott nincs... viszont ez nagyon így. De meg hát ott most ez is nem PC, de sok ugye a feka zene, az ilyen afrikai zene. De illik. De illik csak ott nincs konkrétan az az egy-kettő, hogy ezt meghallod, és fú, az egyből, hanem úgy illeszkedik a filmbe, és ennyi. De hogy nem, hát ott a ízét, amik... De nem, számol... az nekem nem olyan, hogy meghallom, mint mondjuk a Back in Black-et, és akkor jön Vasember, hanem csak így megszólal, és így oké. Okay. Hát de például a Kendrick Lamar, meg a The Weeknd-nek a számát nem tudom hát mi. Jó, de azt is csak abban a filmben használták. Hát igen. De az egyből az jut eszembe. Te azt mondtad, nincsen, amit meghalasz, és az jut eszembe, de? Meg nem. Egyébként ezt azért is mondom, mert a Falconban megjelennek a wakandai harcos nők. Mm-hmm. Bucky-hoz elmennek. Jó, mint mondtam, én azt és, nem láttam. Igen, és például ott is, amikor megjelentek egyből ezek a dobok, meghallatszódtak a háttérbe, és ezért ezt inkább ilyen Wakanda teamnek mondanám, nem feltétlen Fekete Párducnak. Mert akárhányszor egy wakandai karakter feltűnik, ilyen zene szólal meg. De az is jó. Hát persze, nem azt mondom, csak szerintem nem annyira az, ikonik, mint a Vasembernek. De amúgy ne ragadjunk le szerintem ennyire a zenéknél. Bosszúálló. Ja, igen. Na, szóval akkor Vasember. A ruhakészítős jelenetek iszonyat jók, én azokat mindig imádtam, pláne ott eleinte a próbálkozások, meg ahogyan beszélgetett a robotokkal, Jarvis egyszerűen azzal is, ahogy tizé meg minden. Nagyon jól meg van csinálva. Minden, rohadt jól néz ki. Egyszerűen tehát már rendesen elhiszem azt, hogy létezik ilyen. Amikor hogy tudom, hogy nincs. Mi ennek a neve a... Kinek, aki játsz a Jarvis-t? Nem, mind? nem, hanem a... Az interior designer, a díszlettervező, aki kitalálta, azt a házat, hogy mi hogy nézzen ki a filmbe, az brutálisan ügyesen végezte a munkáját. Tehát maga a ház is, ugye az egy full CGI ház, tehát olyan ház nem létezik Malibu-ban. Pedig rohadt jól néz ki. Nagyon király, akkor ugye a belső terek, az, hogy Tonynak milyen számítógépe van, meg Jarvis, minden, meg az, monitorok. Amikor ott valamiket ott csinál, meg fogja összegyűrni, igen, és kidobálja, ezek ilyen nagyon-nagyon kreatív dolgok. Rohadt jól néznek ki, igen, ezek egyszerűen... nagyon király. Mondjuk azt már lehet, hogy nem a látványtervező csinálja, hanem mondjuk a CGI szakemberek, de akkor is rohadt jó. De nagyon-nagyon ügyesen meg van csinálva az egész. És innen látszik az, hogy ugye a Marvelnél CGI-ra nagyon odafigyelnek, és ez tényleg hát meg top. Abszolút, a CGI-jal sehol nem tudok belekötni a CGI-ba. Marvel, mert MCU-nál, mert Marvelnél bele lehet, de az MCU-nál egyszerűen nem lehet általában. Nagyon-nagyon hát, kevés. Azért van egy-két olyan eset, de azt, általában azért mondta, jó. Hogy nem nagyon igen, lehet, igen, igen. Mert azért vannak olyanok, és azért, de... És azért tekintve azt, hogy ez egy 2008-as film, tehát az azért még nem olyan közel se volt olyan CGI technológia, mint ma. Még ott is csak úgy kicsit gyerekcipőbe járt. Hát ott úgy, még azért mondjuk azt, hogy rendesen gyerekcipőbe mondjuk azért járt. Annyira azt sem mondanám, mert 2009-ben jött az Avatar, ami meg a CGI filmeknek a királya. Hát, ugye? Igaz. Tehát, hogy... Jó, de ott mindegy, is azt hiszem, de... amikor azt megcsinálták, akkor valami ott teljesen újítottak az egészen. Ja. Nem? Azt hiszem, az azért lett olyan jó, mert ugye azzal már valami teljesen újat hoztak be. Hát nem amúgy például azt hiszem, hogy olyan film, mint full motion capture-rel felvett film, az az Avatar az első, hogy ilyen mocap ruhában vannak, mert a Vasembert is például, de még az utána lévő Vasember filmeket is úgy vették fel, hogy az RDJ-t azt annak így rárakták a mellkasára a páncélt. És hozzárakták. De az kb. Csak így idáig ért. Meg a sisaknak így a körvonalát a fejére, és akkor ha kellett rárakták a izét, meg kiegészítették alul. De az se full ilyen motion capture ruha volt. Az Avatarban meg full az egész a kis pöttyök. De azt mondom, hogy innen ott, hogyha jól tudom, akkor tehát ott hoztak be már valamilyen újdonságokat, igen, és igen. Az azért lett akkor a robbanás még. Ja. A másik dolog az még, hogyha figyelitek a páncé, a sisakot, akkor ott mindig lehet látni ott az arcán, hogy mikor milyen hangulatban van. Ez csak kis dolog, de lehet látni rajta rendesen. Szóval mikor ilyen átlagos, meg hogy kicsit nem tudom, mint hogyha változtatnának rajta. Én ezt nagyon nem mogorvásan néz neki. Nem tudom, aztán lehet, hogy az ember csak belegondolja ott a helyzet és a jelenetek miatt, de mintha tényleg így látszódna az, hogy mikor ilyen, meg mikor olyan. Fú, hát mondjuk hálát adok az égnek, hogy nem olyanok lettek a szemei meg a szája, mint pókembernek. Már megszoktam ezeket a mechanikus szemeket, de... De pókemberhez az kell? Nem kell.
De kell. Csináltak előtt a két franchise-na nélkül, ami és teljesen elmúlt. És is látszódott az arcán az, hogy mit gondol? Nem látszódott ne, az arcán. Csak átut, mint egy fasz. Figyelj, tesó, tudnak... De Pókembernek ez volt de a lényeg, hogy a szemével... A színészek tudnak úgy is színészkedni, hogy nem látod az arcukat. Tom Hardy... De a színésze volt... Tom Hardy Bane... De a hangjával, aznak az embernek úgy tud játszani a hangjával az az ember, mint senki más. De a szemét láttad? Igen. És szem a lélek tükre, azzal fejezik ki általában az ember. Jaj, de szépen fogalmazol, milyen mély lirikai dolgokba megyünk már bele. Tehát, hogy az emberek általában szemükkel fejezik ki leginkább a dolgokat. Nála ez nem látszódik, ez miatt találták ki a képregényesek az, hogy ott a szeménél a szar, az, ahogy de mozog, én... hogy azzal jelzik ki azt, hogy meg van lepődve, hú, most mérges, meg minden ilyen szarságot. És ezért jó, kellett valami. Figyelj, mondom, és most, én... hogy már meg tudják ezt csinálni. Meg, de... Én mondom, tehát én ezt most már megszoktam, mondjuk úgy, hogy belenyugodtam, már észre se veszem, de nekem ez elsőre nem tetszett egyáltalán. Nekem igen. És mindig azt mondom sok helyzetben, hogy ami a képregényben működik, az nem biztos, hogy működik filmen, és ez nekem elsőre egyáltalán, egyszerűen nem bírtam nézni, hogy mit csinál a szemével. Nem az, de hát most látod azt, hogy Pókember is, és akkor csak ott úgy áll, és akkor most meg vagyok lepődve, csak nem látod az arcomon, mert jó, maszkol rajtam. Jó, amúgy figyelj, értem, hogy mit mondasz, megmondom már, megszoktam már, nem zavar, de két olyan franchise után, ahol ugyanúgy meg tudták csinálni, enélkül nem tudom, ez így nekem nagyon-nagyon nem. Ott is hiányoltam ezeket. Jó, meg eleve ez az Iron Man Junior. Az tehát, maga, az a... már egy más tészta. Ölésmód, meg ezek ilyenek. Térjünk is vissza vasemberre, megint elcsavarodtunk. Valahogy mindig a Pókembernél kötünk ki, hogy ezt akasztaná föl valaki. Amúgy meg most az lesz, figyelj, most amúgy már ez van mióta jönnek a hírek a Pókemberről, hogy mindig ide lyukadunk ki, és amúgy ha meg kijön a film, utána meg nem tudunk majd semmiről se beszélni. Itt utána ülünk egy órát némán. Nem tudunk hova kiakadni utána. Ja, igen, igen. Nem, mert utána meg majd utána jönnek a doktor... Utána ilyen 10 perces adások lesznek. Utána jönnek a Dr. Strange hírek, és akkor utána az miatt megy el egy órát. Ja, tényleg. Na szóval, Vasember. A próbálkozásai és a bukásai, azok is rohadt poénosak voltak. Igen, az nagyon jó meg lettek csinálva. Vicces. Az egész hogy fölkenődik a falra, hogy 5%-kal indítunk, és egyből fölkenődik a falra. Indítsunk lassan 5%, puf! Ja. Nem, 10. Meg amikor teszteli a kézreaktort, és belebasszolgált a falba. Ne, az még akkor volt, amikor lement Pepper, és akkor mondta, hogy nem fegyvergyárt már. Ez csak egy ilyen semmi stabilizátor. Semmi veszélyes, igen. Pok! Rohadt jó. Ja, egyébként Pepper és Tony karaktere között így a... Egyrészt nyilván megvan a kémia, másrészt... Az megvan rohadt jól. Amúgy. Másrészt szerintem nagyon jól megvan csinálva, hogy kiegyensúlyozzák egymást. Tehát Pepper nagyon jól visszafogja Tonyt. Pontosan, tehát ő az a logikusan gondolkodó, mindent átgondoló karakter. Tony az meg a csinálom, amit éppen csinálok. Igen, Tony azt csinálja, Pepper meg gondolkodik helyette. Igen, de igen. Kell is néha. Igen, hát... Mert nem nagyon megy neki. Igen, pedig azért elég okos a csávó. De ilyenkor nem tud gondolkodni. Hát nem nagyon megy ez neki soha. Ja. Marvel egyik legokosabb karaktered, de soha nem megy neki, ha kéne. Obadiah Stane, mint karakter. Mint karakter egy szélhámos, utálnivaló karakter, és pont ezért jó. Olyan jól eljátsza a karaktert, hogy imádom utálni. Igen, ez a legjobb verzió. Ez a legjobb, amikor olyan jól eljátsza a színész, hogy egyszerűen örülsz, hogy utálhatod, mert olyan jó. Igen. Hogy rendesen olyan, mint hogyha ő lenne az a szemét, pedig tudod róla, hogy ő csak egy színész, aki kapott egy izéti scriptet és eljátsza, de olyan jól megcsinálta, hogy rendesen élvezed, ahogy utálod őt az elejétől a végéig, amikor kiderül az, hogy ő áll a háttérbe, és ahogy ordibálott a többiekkel, meg minden. Ott azt hiszem abban is volt olyan, hogy ugye az improvizált jelenet. Igen. Ott az ordibálásoknál meg minden, tehát hogy ott folyamatosan. És innen is látszik, milyen rohadt jól eljátszotta. Abszolút. Én annyit mondanék, hogy ugyanez igaz, amit mondtál, tehát egyetértek veled, viszont a Obadiah-nak a karakterével én mindig úgy voltam, hogy szerettem volna még egyszer viszont látni. Meghalt. Nem hiányolom, meg oké, Marvel meghalt, ja, jó van. Jó, mit szólt, igen. De hogy amúgy, nem tudom. De még eddig az MCU-ba, aki meghalt, az meghalt Loki kivételével. Nem. Miért? Ezen pont múlva gondolkodtam is, valami 4 vagy 5 olyan karaktert föl tudtam sorolni.
ki az, aki meghalt és visszajött. De most már mint ugye a csettintés kivételével. Coulson. Shield ügynökeibe visszahozták. Például. Jó, de most nem tudok annyit mondani, mert így nem jut eszembe, de mondom, múltkor leültem, átgondoltam, és 4 vagy 5 olyan karakter így egyből eszembe jutott, aki visszajött a halálból. Nem tudok olyanokat nagyon. Mármint ugye az MCU keretein belül. Gondolkodtál? Persze, a MCU, aha. Mert én így nem nagyon tudok. Na, hát ugye Loki az a következő adásra csinálok egy listát, akkor felkészülök. Folyamatosan. De hogyan jön vissza? Tehát, hogy találkoznak még vele? Vagy hogy rendesen visszatér? Mármint, hogy találkoznak vele. Mert hogyha úgy nézzük, hogy találkoznak vele, akkor ennyiről az Endgame-be is, amikor visszamennek és találkoznak Freyával, akkor az is visszatért. Csak Freyával? Hát a Thor anyjával. Mert ugye az is meghalt, de visszamentek az időbe, és akkor találkoztak vele. Nem. Tehát nem úgy, hanem rendesen visszatért. Rendesen visszatért, ja. De most így nem fog tudni mondani Deadpool. Ilyenkor, de na mindegy, szóval, hogy azt akartam amúgy kihozni ebből az egészből, hogy szívesen nem hiányolom, nincs bajom azzal, hogy meghalt, de hogy egyébként én úgy mindig is kicsit vártam, hogy na most lehet, hogy felbukkanik, vagy valami, nem tudom, amúgy igen, volt az érzése, hogy ő mintha többet tudott volna nyújtani. Igen, mert ha belegondolsz, amúgy egy egész filmen keresztül építették a karakterét, és kb. Az utolsó negyed órában látjuk őt, mint Ironmonger, és jó, oké, tök jó, amit ott harcolnak, meg minden, meg ezzel kapcsolatban nincs is hiányérzetem, pedig ilyenkor sok helyzetben az van, hogy hát épp, hogy most lett igazán az a karakter, aki a képregényekben, és akkor már vége is van. De itt valahogy jól mégis megcsinálták, hogy ne legyen az érzetet, igen, kevés. És hogy igen. Összecsapott. Abszolút egy ilyen kerek egész, csak nem tudom, valahogy én úgy még láttam volna őt valamikor később így visszatérni. Hát ilyen karakter, aki meg abszolút, akit nagyon elcsesztek, az ugye Ultron. Tehát, hogy... Na hát Ultronnak amúgy Obadiah így az 1000-e, tehát annyira szeretném őt újra látni Ultronhoz képest. Tehát szeretném látni, de... Úgyse fogjuk, de... Úgyse fogjuk, izé... meg azért ő kapott egy jót. Ultront, igen. Az kicsit olyan érdekes. De egyébként most azt mondták, olyan teóriát is hallottam, hogy lehet, hogy Kang fogja újraéleszteni, vagy szövetkezni. Én azt hittem, hogy Ultronnal, és ugye az Ant-Man csinálta alapból. Igen, igen. És akkor, hogy most ugye már van Ant-Man, és hogy most már lehetne akkor egy újabb. Simán. Vagy azt hiszem volt egy másik, ami Ultronhoz hasonló, csak valami más volt a neve. Uh-huh. És hogy akkor azt megcsinálni, hogy valami ilyesmit, mondom, nem sok tudom. Lehetőség lenne visszahozni, alapvetően az kár, hogy úgy. Csak az a baj, hogy most, hogyha visszahozzák, és nem csinálnak vele valami érdemlegeset, akkor megint csak az lesz az érzete az embereknek, hogy ugyanazt ellőtték újra. Persze, nyilván, de... Tehát, hogy akkor az, valamit rendeset ez a baj, kell hogy vele... eleve nem így kellett volna csinálni, hogy megölik, mert ő benne annyi lett volna még, tehát a második fázisnak ő lehetett volna a Thanosa. Ez az, mert azért benne volt elég. Volt, persze. Bár aztán még egyébként, sok karakterrel bántak el amúgy. Egyébként tök egyszerűen meg lehetett volna csinálni, ezt nem kell túl gondolni. Annak a filmnek a végén ott van, hogy a Vízióval beszélget. Uh-huh. És hogy Vízió és nem ahogy elkezd vörösödni a szeme az Ultronnak, Vízió kilövi az elmekővel. Na most ott csak, és mondja is neki, meg a bosszúállóknak is mondja Vízió, hogy nem szeretné megölni, mert egyrészt testvéreként tekint rá, meg szeretne tőle tanulni. És egyszerűen annyit kellett volna csinálni, hogy Vízió elengedi őt. Azt mondom, hogy elengedte. És akkor sem. Később valamikor visszatér. Na mindegy, megint elkanyarodtunk a témától, tehát ugye Obadiah-ról beszéltünk. Ja, ennyit akartam ehhez hozzáfűzni, hogy akkor ugye ott szívesen láttam volna. Aki amúgy jól játszotta itt a szerepét. De szerintem. Milyen tunyacsáp? Ki? Kire gondolsz? Nem tudom, kire gondolsz. Hát izé letunyacsápozta, Platypusnak hívta a izét. Kit? A... mi a faszom a neve? A társát, Rodit. A repülőgépen. Igen, ez így nincs is meg. Mármint azt a magyarra fordítva tunyacsáp, mert azt hiszem Platypus ez nem tunyacsápot jelent. Az... Ez a jelenet, így nincs is meg. Hát amikor ott kikérik a piát, a repülőn és mennek el, aha, az elején még, amikor elkésik a saját repülőjére. Jaj, vágom. Na ott azt hiszem... Ugye magyarra fordítva tunyacsáp, angolul meg ugye platypus mond rá, ami kacsacsőrjemlős, azt hiszem. Valami jaj. Csak hogy ez hosszú lett volna, és gondolom azért hívták tunyacsápnak, vagy valami ilyesmi. Mindegy, tehát hogy
Tonynak ez a másik szuper képessége, hogy akár milyen ugye becenevet ki tud találni bárkire. Egyébként, akkor beszéljünk egy kicsit Rodiról. Sokan azt mondják, hogy a... Hogy hívják, aki most alakítja? Két könnyebbet. Most pont elfelejtettem. Két könnyebbet. Igen, de mindenki tudja, kire gondolsz. Szóval, hogy őt rosszul kasztolták, tehát hogy őre nem illik a szerep, pedig szerintem ő jobban alakítja, mint a Terence Howard, aki ebben a filmben. Én nem tudnám megmondani ennyiről, mert ez a film alapján, amit itt alakított, szerintem ez is jó volt. Nem volt bajom itt az alakításával, de a másik, ő nekem jobban tetszik egy fokkal. Tehát, hogy nem tudom, hogy ebben a filmben is, erről is legalább tudnék két, tehát hogy két filmről tudnék legalább mondani véleményt az alakítására Rodiként, akkor el tudnám mondani, de hogy ő így játszott egy filmet, a másik meg többet, tehát egyértelműen jobban beleszokott Rodi szerepébe. De nem, és amúgy nem arról csinálja. Van szó, én most egyből itt csak a Vasember 2-re gondoltam. A többire nem ott... is. Igen, hogy ebben a filmben próbálták hangsúlyozni, hogy ők jóban vannak Rodival, nagyon jó barátok, közeli viszonyuk van, stb. De én ezt annyira nem éreztem. Én inkább ezt az ilyen kicsit kizsákmányolást éreztem, hogy kicsit úgy, mint Obadiah-nál, hogy mutasd az árkereaktort, ugye az Obi-1-ből, amikor megjött, meg minden. Ja, meg hogy a fegyvereket akarta. Igen, meg hogy elmegy hozzá a látogatóba ugye a jó, de ez már a szkripten múlik. És akkor egyből hogy na, megjött az eszed, és nem is az, hogy támogatná, hanem magának akar jót, hogy legyen több fegyvere, mint katona. De ez meg már megint a második filmben, pedig Rodinak rendesen egy dilemmája az, hogy el kell vinnie az egyik páncélját, mert egyrészt az országa megbízta ezzel a feladattal, másrészt rossz látni az, hogy Tony haldoklik, és hogy mit csinál éppen magával. Amit persze nem feltétlen tud szerintem, hogy akkor még haldoklik. De utána jön rá. Igen, tehát hogy ott azért dilemmázik ezen az egészen, és érződik azon a verekedésen is, amikor ott összeverekednek a két páncélba, hogy hát egyrészt ott Tony nagyon szánalmas szerintem. De nagyon részeg is. Igen, és hogy Robin látszik, hogy ez nagyon nem esik neki jól egyébként, hogy ezt kell csinálni a Tonyval. Hát igaz, de az meg már ezért múlik. Filmem, meg a forgatókönyvem. Jó, de... Bár, hogyha úgy nézzük, hogyha az első az impulzus. De ez volt, az, hogy az, igen, az, pont ezt akartam akkor mondani. Akkor viszont lehet, hogy tényleg nem is illett volna neki, mert akkor végig ezt hozta volna, ezt a kizsákmányoló szintet, és akkor meg lehet, hogy nem is illett volna oda. Bár aztán ki tudja, mert lehet, hogy az elsőre meg az volt, tehát, hogy ahogy mondtad, hogy innen ide, és lehet, hogy onnan ez lett volna alapból. Lehet, nem tudom. Csak hogy nem jött be az embereknek, vagy valami az a lépés nagyon nem tetszett volna, amit nagyon jó, hogy így megcsináltak, meg szerintem az első filmben ez egyáltalán nem is volt ötlet, hogy megcsinálják, de ha esetleg úgy csinálták volna meg azt a jelenetet, akkor az nekem nagyon levitt volna a film értékéből, hogy Tony elrepül a Stark Industrieshoz, mert tudja, hogy ott van Obadiah, meg Pepper is. Igen. És tudja, hogy már van neki is páncélja. Igen. És Rodinak mondja, hogy biztosítsa az eget, vagy valami ilyesmit. És akkor Rodi ránéz arra a szürke Mark 2-es páncélra. És hogy majd legközelebb. És elhajt egy Audival. Szóval... Jó, de Tony ez nagyon jó. Igen. Az is. Mindig egy szponzor, R8. Igen. Mindig az R8-akkal. Vagy a Spider, vagy mi az volt. Az a legviccesebb, hogy az E-tron, meg mit tudom én, az elektromos, a Vasember 3-ba, amikor elmegy a házának a helyére, mert ugye lebombázzák, és akkor elhajt onnan egy Audi e-tronnal, ami e-tron, elektromos, és ott a motor, ahogy bug, az mondjuk vicces egy kicsit, de mondjuk elég hülye hangzott volna, hogy így elmegy, így elsuhog. Kicsit csöndbe, így porszívó, hogy ja, szóval mit akartam mondani? Kis szóval az a jelenet... láttam fölturbozt, az a zöld rendszáma volt, érted, Pali? Ment 40-nel. Na, nem kis polszki, csak egy ilyen kis piros autót hasonlított a kis polszkira, kicsit nagyobb volt. Ment 40-nel előttünk. Hú, de imádtam. De zöld rendszámot megkapta rendesen. Mondom, amúgy erre akartam kitérni, hogy szerintem ez egyáltalán nem volt koncepció, mert ebben a filmben bőven elég volt Tony, mint páncélos ember, meg Ironmonger, de
az egy, nekem az nagyon nem tetszett volna. Hogyha itt meg is felveszi. Hogy felveszi, mert pont ezt akarom kihozni ebből, akkor sok lett volna. Hogy ebből a Rodiból én kinézem azt, hogy simán elviszi. De viszont benne van a következőbe az is, hogy hogyan tudja egyből fölvenni a páncélt, amit ugye Tony elvileg saját magára tervez. Igen. Hogy akkor benne van az, hogy gondolkodik az ember, hogy most akkor ez csak egy plot hole, vagy hogy Tony már alapból tervezte azt, hogy ad neki is egyet, mert hogy olyan jó barátok. És hogy ezért tudod beleszállni. Úgy tervezte a páncélt, hogy egy nagy részt saját magára menjen rá, meg mondjuk Pepperre, meg Rodira. De hogy ezt mondom, hogy ugye... Mert például a harmadik részben ugye azt a testrehívós páncélt is úgy tervezi, hogy akire átirányítja, arra menjen. Mert amikor felrobban a ház, az ilyen kis darabokról, de az kis darabokról megy oda, tehát az jobban igen. Tud a formálódni rá. Hát azért szerintem annyi tere nincs annak se. Hát de most egy kisebb emberre jobban rámegy. Meg hogy most egy kicsit ott úgy összeszűkíti. Mondjuk megint plot hole, mert a harmadik részben, amikor megjön a sok páncél a film végén, mondja Rodinak, hogy adj egy páncélt. Hát bocsi, ezek az én páncéljaim. És ott nem kap páncélt, Rodi. Szóval ez most itt megint egy második plot hole, hogy most itt mi van. Mert a másodikba elviszi, de most akkor neki csinálta, vagy mégse. Vagy mindkettőjük fel tudja venni hát a harmadik részben mondom, meg. Hogy most ez, hogy igen, igen. Akkor, hogy... De ez már megint eltértünk nagyon. Ja, de most amúgy... Figyelj, még akarsz valamit mondani? Mert amúgy én nagyjából hát igazából elmondtam, sem, mert amit szerettem volna. Azt, hogy, és miről lehet még beszélni? Beszéltünk a zenéről, beszéltünk arról, hogy a szereplők, a karakterek, mindegyiket... Igazából én, a filmeket, én annyit mondanék meg ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy egy filmtörténeti mérföldkő. Az biztos is, pláne a képregény filmeknél. De alapvetően filmtörténelemben is egy mérföldkő, mert... Azt mondom, hogy alapvetően, de pláne a képregények. Pláne, persze, csak tényleg filmtörténelemben is ez az első olyan film, ami egy filmes univerzumot elindított, amik egybefüggenek és egy világban játszódnak, amire még előtte senki nem gondolt, meg nem próbálkozott vele. Úgyhogy ez minden szinten de, egy nagy mérföldkő. De, mert van egy ilyen hatalmas nagy teória, hogy az összes Bud Spencer film egy... Ez mekkora lenne már? Mármint ugye nem az összes, mert azért van amelyik ugye az jelenkor, meg van amelyik ugye ilyen West End-es, de ugye a West End-esek így egy izébe. West End. Sőt, van olyan teória is, hogy az összes egyen, és hogy ők halhatatlanok, és azért néznek ki az összes filmbe ugyanúgy. Adom. És hogy az elejétől a végig. Pedig amúgy az érdekes, hogy volt egy jó 20 év, mire azt a sok filmet leforgatták. Igen, csak hogy az egészben szinte ugyanúgy néznek ki. Ja. És hogy ezért van az, hogy az összesbe. És hogy az összesbe igazából két barát vagy két testvér, csak hogy folyamatosan mindig máshogyan mutatkoznak be. Ja. És hogy néha-néha hát összevesznek, egyébként... elválnak útjaik, és ezért van az, hogy valamelyik film úgy kezdik, hogy újra találkoznak. Mert hogy igen, az újabb igen. Filmekben van az általában, hogy csak így összetalálkoznak. Ja. És hogy régebben még ott 1800-as években, hogy így elváltak útjaik, és 1900-ban újra összetalálkoztak. Ja. Ja, ez is egy elborult teória, de hogy... Ja, na, az is egy hát univerzum lehet. Figyelj, szerintem végeztünk mára a Vasemberrel. Szerintem bőven, úgyhogy gyere ez, ide ez nagyon... Nem, ez az elején elég volt, mint több homózás ma. Szóval nagyon-nagyon reméljük, hogy tetszett nektek ez a kis új fajta megközelítés. Igen, hogyha nem tetszett, akkor mondjátok el viszont majd most, vagy hogy nem látjátok értelmét, mindenképp kérünk valamit, kommentet mindennyi költöktől. Mert hogyha úgy veszitek észre, hogy nincs sok értelme, akkor vagy hogy szűkítsük össze egybe többet, vagy valami tanács esetleg, minden ilyennel vagy, kapcsolatban, hogy nem tetszik. Tehát, hogy egy adásban egy film legyen, vagy több, érdemes-e ezt csinálni, vagy kicsit más szempontból közelítsük meg a filmeket, mert van az is, már mondjuk én azt annyira nem szeretem, amikor így jelenetről jelenetre kibeszélik a filmet, de hát ez meg 5 órás. De az meg rohadt hosszú lenne most így jelenti. Igen, meg hát most mit beszéljünk azon ki, hogy mi történik meg a filmben, meg igazából kb. Aki szerintem követ minket, az tudja a filmet. Persze, nyilván. Tehát így általánosságban beszélgetünk majd az MCU filmekről. Tehát, hogy kb. Ez lesz a várható, egyértelműen fog eltérni a dolog, hogyha valami másról beszélünk, mert nem mindegyikről ugyanez. Persze. Van, amelyiknél biztos eltérőek lesznek a véleményeink, tehát, hogy biztos lesz máshol, ahol többet beszélünk, lesz máshol, ahol kevesebbet valószínűleg. Ja, hát ez egy kicsit úgy ugrálni fog, de... Meg azt kell még tudni, hogy ez nagyjából olyan 2-3 rendes podcast adás között lesz szerintem, 2-3 adásonként lesz majd egy ilyen.
úgyhogy majd szépen lassan haladgatunk előre a Marvel filmekkel. Tehát nem kell attól félni, hogy folyamatosan most ez fog Nem, lesznek majd friss híres. Mert azért ez nem annyira, hogy is mondjam, olyan egyértékű dolog, hogy egy filmet fogunk, amit már mindenki ezerszer ja, igen, látott, igen. És hogy arról beszélünk. Most éppen kiúsztuk egy órára úgy, hogy fele idő az kb. Arról ment el, hogy eltértünk máshova. Nem, amúgy szerintem jót beszélünk. Amúgy annyira nem tértünk igen. el. Tehát... Illetve... De akkor is. Nyilvánvalóan majd később lesz esetleg a DC filmekből is, a DC EU-ból is ilyen. Esetleg, nem tudom, sorozatokból, meglátjuk. Egyelőre a Marvel egyben csináljuk. Biztosak lehettek, hogy a CV sorozatokról nem lesz. Így van, abba biztosak lehettek. Ja. Ha mégiscsak lesz, akkor az lesz, hogy amit már láttunk, mert hogy én többet nem fogok nézni. Arra nem fogunk sokat Fixek beszélni, lehettek. Mert már szerencsére nagyon semmire sem emlékszek. Én mert ennyire felejthető. Sajnos, jó, nem emlékszem részről részre, csak annyira emlékszem, hogy ez történt, aztán ez, aztán ez, aztán ez. És kb. Így ennyi. De nem. Na jó van. Na, srácok, hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Mondom még egyszer, kommenteket várjuk lent mindennel kapcsolatban. Tetszett, nem tetszett, építőkritika, bármi. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot is rá, kérlek. Lent a leírásban megtaláljátok a podcastnek a linkjeit. Elsősor Spotify, második mindegyik más másik elsősor platform. Elsősor az Instagram. Illetve a leírás legalján az időtegek alatt lesz. Ja, ez alatt nincsen időteg. A legalsó sorban lesz Huni Instája. illetve Discord szerverünk is van. Gyertek, csatlakozzatok. Jókat szoktunk ott beszélgetni. És akkor legközelebb találkozunk. Viszontlátásra, uraim és hölgyeim és mindenki egyes tagja a különböző fajta nemeknek, mert nem sértünk meg senkit. Így van. Szevasztok! Viszlát!